Az elítélt. Anyám, édesanyám, menjen az urakhoz, kérje az urakot, lesz-e maradásom? Megyek, fiam, megyek, megyek az urakhoz, megkérdem, urakot, lesz-e maradásod? Jártam, fiam, jártam, jártam az urakhoz. Azt felelték, urak, nem lesz maradásod, csütörtökön délkor lesz felakasztásod. Csütörtökön délkor lesz felakasztásod. Anyám, édesanyám, édeséges dajkám, ki kilenc hónapig méhedben hortál, kilenc hónap múlva e világra hoztál. Jobb lett volna anyám méhedbe elveszni, hogy ne értem volna így nagy bánatokat az akasztófára kegyetlen ítélnek. Anyám, anyám, jobb lett volna nékem, mikor ferezgettél gyenge meleg vízbe. Ferezgettél volna forró bolygó vízbe, hogy éget volna el minden ízem csontja. Hogy ne értem volna így búbánatokat. Bánat a szívemen. Halálra búsított. Anyám, édesanyám, én keserves dajkám, mikor takargattál gyenge meleg gyócsba, takargattál volna forró parázsba, hogy éget lenne el minden ízem csontja, hogy ne értem volna sok keserves napot. Anyám, édesanyám, édességes dajkám, Kár volna én nekem a fán megszáradni, szép sarkantyús csizmám széllel kocogtatni. Szép bogláros szíjam rozsdával éjtetni, ropogós gyócsingem széllel lobogtatni. Szép sárga hajamat széllel elfutatni. Szép szákás húsomat hangyákkal hordatni, szép fehér csontomat csókákkal liggatni. Szép piros véremet. Főddel elitatni.